Újra itt a műhelyben. Kész van. Ezzel még nagyon sok mindent kell csinálni. Ezt pedig már csak be kell fejezni. Ami azt jelenti, hogy megélezzük, kicsit felpolírozzuk, és leolajozzuk. Száznyolcvan, 240, 400, 600, 1000, 1500, 2500. Egy kicsit elszórakozok ezekkel a papírokkal. Tulajdonképpen ezt fogom csinálni a következő fél órában. Most jön az utolsó, a 2500-as. Mindkét oldalán végig megyek vele. Ja, következő lesz a fenés bőrön. Alakul. Kézzel ennyire tudtam megélezni, megfenni és felpolírozni. Vannak benne apró kipörcenések. Én ezeket szeretem benne hagyni, ad a karakternek, és használatkor, faragáskor ennek semmi jelentősége nincsen az élen. Reszelésnyomok láthatóak a polírozás alatt, tehát ugye ez kézzel van készítve, nem géppel. Kézzel ennél jobban én nem tudom felpolírozni. Szerintem ez így bőven elég. Kezemben már lassan semmi szőr nem marad, a feleségem meg gyalakszik, úgyhogy itt mutatom meg. Ezzel is szépen lehet borotválkozni. Tessék, semmi szőr. Nem sokára leolajozom. Az éket direkt hagytam ilyen túllógóra. Megmondom őszintén, ezt a fajta ékelést nemrég kezdtem el használni. Nekem szimpatikus, szerintem van egy ilyen kis régies, rusztikus beütése. A másik nagy előnye, hogyha esetleg a fej megkottyan, ezt az éket fogóval meg lehet fogni, ki lehet húzni, ez nincsen beleragasztva. Az aljából egy nagyon picit le lehet vágni, újra vissza lehet beleütni, és az extra szélesség, amit föntebb van, ez ki fogja tágítani annyira a nyakat, hogy a fej újra rendesen megszorul. Úgyhogy ja, ez egy ilyen új módszer, amit elkezdtem alkalmazni, és úgy döntöttem, hogy ezt az éket, mielőtt lekenem olajjal az egészet, ezt le fogom ezzel a wood stain-nel kenni. Ez is tulajdonképpen egy tartósító anyag, fa tartósítására használják. Ad a fának egy színezetet, és ugyanakkor tartósítja is azt. Úgyhogy maga az ég, csak hogy ne legyen az egész minden egyszínű, szerintem ez jó fog kinézni, remélem az új tulajdonos se bánja.
Úgyhogy ez az ég kap egy kis színezést. Jó, az ég megvan, és akkor most jön az olajozás. Igazándiból nem is fogom olajozni ezt a kis baltát, hanem kátrányozni fogom. Mégpedig ezzel a úgynevezett Stockholm kátrány nevűanyaggal. Szerintem ez egy nagyon jó cucc, én nagyon szeretem. Ez is elég tradicionális, hagyományos dolog. Ezt annó, amennyire tudom, hajóépítésben használták, ezzel kezelték a fát, amit hajógerendáknak használtak fel, és ez a kátrány tulajdonképpen nem más, mint fenyőgyanta, ami ki van égetve a fenyőfánkból, és ez a gyanta valamilyen anyaggal van kezelve, ha jól tudom, vagy lehet, hogy nincs is teljesen természetes, amitől ilyen folyós állapotú marad. Nekem nagyon tetszik ez a szín. Van egy kis kesernyés füstös szaga, ami egyeseknek nem tetszik, nekem kimondottan tetszik, szerintem még ez is ad egy kicsit hozzá, de ez a kesernyés szag egy idő után teljesen elmúlik. Szép lesz. Jó. Akkor így néz neki a kis faragó baltánk. Most itt hagyom legalább egy 10-12 órára, hadd ivódjon bele a kátrány rendesen, aztán holnap kicsit farigcsálok vele.